Tudjuk, gazdag marad az a közösség, amely szereti és megbecsüli értékeit, és mindvégig gondol a köréből valókra, a köréből elszármazottakra. Jelesül Bérbaltavár Nagy Gáspárra. Aki nem csak itt született, itt cseperedett fel, ide járt vissza, de itt, ebben a tájban, és ne hagyjuk ki ebből Nagy Tilajt sem, és ebben a család is tágabb emberi közösségben ívódott bele, életének két talán leginkább meghatározó belső parancsrendszere, erkölcse és hite. Itt, ebben a világban csodálkozott rá a nagymama, igazán posztmodern meséire, az öregek racionális, néha persze igen fájdalmas döntéseire. Itt tanulta meg a közösség törvényeit, a munkabecsületét, a család működési rendjét, az emberi szolidaritás szabályait, a paraszti kultúra értékeinek szeretetét és megbecsülését. Anyai nagyszüleinek a házában született Nagy Gáspár 1949. májusában, és később is ez a ház volt életének főszintere fiatal korában. Gyerekkorában itt Baltaváron járt iskolába, nagymamával volt itthon napközben. Később idejöttek az 56-os pesti srácok, 56 októberre után. Ennek a háznak a listálójában, pajtájában töltötték az éjszakát, és meséltek az akkor kisgyereknek a harcokról. Gáspár innen ment, itt járt Baltaváron iskolába, és később keresztanyja innen vitte el Pannonhalmára a bencésekhez. Két nagynénivel élt itt, szülei Nagy Tilajban éltek. Tulajdonképpen egész életében ilyen két lakinak érezte magát. Az is fájt neki, amikor eljött az édesanyjától, meg az is, amikor a keresztanyjától és a nagynényétől búcsúzott Baltaváron. Mindig úton voltam, ahogy ő mondta. A halála után a Nagy Tilai temetőbe szülei sírja mellé temettük el. A két falu mindegyike magáinak érezte Nagy Gáspárt a halála után, de úgy érezzük, hogy mostanra talán egy összefogás kezd most már kialakulni. Itt a szülőházában meg kialakítottuk az emlékházat, és a Tilai temetőben a költő sírja, mindössze 3 kilométerre van egymástól a két hely, és a vasváriak erőteljes kezdeményezésére és későbbi támogatásával valóban emlékhelyé kezd válni. A Tilai temető már most is, és abban reménykedünk, hogy majd ez a baltavári emlékház is. Amikor megálmodtuk azt, hogy itt emlékházat szeretnénk létrehozni, akkor abban reménykedtünk, hogy a települést és a térséget is egy kicsit erősítjük, és a térség életében hozunk valami olyan kulturális színfoltot, amivel talán a helyiek is gazdagodhatnak. Azt gondolom, hogy mindenhol érdemes emléket állítani valamilyen értéknek, és hát attól, hogy ez a település kicsi lélekszámú, attól még én szerintem nagyon is érdemes itt egy olyan emlékházat kiépíteni, ami a térségnek lehet egy kulturális központja. Ez csak azon múlik, hogy az itt lévők, a tanárok, a pedagógusok, a kulturális turizmusban szolgáló kollégák hogyan fognak nekünk abba segíteni, hogy az a kiállítás most, ami itt elkészült az emlékházban, az minél szélesebb körbe ismerté váljon. Hogyha látogató elmegy ezekbe az irodalmi emlékházakban, akkor egy kicsit személyesebbé tud válni, tehát hogy elvisznek gyerekeket. Egy tananyag jobban meg tud elevenedni, mint egy tanórán, hiszen hogyha látja az írókhoz köthető tárgyakat, vagy látja azokat a verseket, amiknek a kéziratát egyébként az órán nem látja, az sokkal inkább föl tudja kelteni az érdeklődését, és amikor már kicsit be tudjuk csalogatni ezekbe a világokba, akkor könnyebb
megtanítani és könnyebb fölkészíteni érettségre. Ezeknél a házaknál látjuk, hogy ahol vannak múzeumpedagógiai foglalkozások, vagy vannak rendhagyó irodalmi órák, ott a gyerekek nagyon szívesen vannak jelen ezekbe a házakba. Hogyha tudunk olyat adni felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, ami fölkelti az érdeklődésüket, akkor egész biztosan, hogy nyert ügyünk van. Van egy magas eperfa. Alá állok, kedves édesanyám, hogy ne ázzak alatta. Amikor a 80-as évek elején az első riportot készítettem Nagy Gáspárral, nem sejthettem, hogy néhány évtized múlva a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Katolikus Rádió képviseletében én nyithatom meg Nagy Gáspár emlékházát Bér-Baltaváron. Nagy élmény számomra, és azt hiszem, hogy a rádió valamennyi munkatársa így gondolja, hogy hosszas rábeszélésre, mert nem könnyen adta be a derekát Nagy Gáspár 2003-ban, hogy a hitelszerkesztőségét elhagyja az alakuló Magyar Katolikus Rádió kedvéért, de valamennyiünk számára meghatározó élmény volt az, hogy az ő irodalmi, kulturális műsorainkat felülelő szerkesztői munkája jelenti majd az alapját a rádió szellemi életének és annak a kisugárzásnak is, amely most már 9. esztendeje talán érezteti a hatását a magyarság körében. Gáspár az a költő volt, aki azokat a feladatokat, amelyeket éppen betöltött, ez legyen az Írószövetség tisztsége, hiszen titkára volt és a költői szakosztálynak is az egyik mozgató embere. Akár tehát az Írószövetség munkatársa volt, akár a hitelszerkesztőségé, akár a Katolikus Rádióé, rendkívül mélyen átérzett felelősséggel és a napi munka gyötrelmeit is vállalva élte a rádiósok életét. Sokáig mondta, hogy hát hiszen ő mindig a mikrofon túloldalán válaszolt a riporterek kérdésére, mit kereshetne ő egy rádió élén. És akkor azt mondtam, hogy hiszen nem az kell, hogy te rádiósként mutasd meg, hogy mit képviselsz, hanem te költőként és emberként állj ott példaként, és legyen a te mércéd ennek a rádiónak a zsinór mértéke is, és egy olyan tágas szellemiséget, és ugyanakkor egy olyan egyetemes értékeken alapuló keresztény világnézetet képviselt, amely el nem lehetett tévedni. Nagyon hiányzik, hogy elment közülünk, és emlékszem, hogy szerda esténként azért sietett el korábban a rádió Délibáb utcai stúdióiból, hogy odaérjen a Kecske utcába a Magyar Művészeti Akadémia estjeire, mert 2000-ben Makovec Imre és barátai meghívták az akadémia egyesületi tagjai közé, és Gáspár ezt a meghívást is nagyon komolyan és mélyen átélte. És így aztán Szokolai Sándortól kezdve a grafikus Orosz Istvánon át, neki baráti körévé vált az akadémia legtöbb műfaját átölel, a filmesek, Mózer Zoltán, és nem sorolom tovább a fotósokat. Tehát ő tovább tudta vinni azt a belső életet, amit a Művészeti Akadémia tagjai átéltek könyvbemutatókon, egymás kiállításainak örülve, és olyan előadásokat tartva, amelyekből valamennyien épültek, és amelyel szinte fölépítették tégláról téglára azt a szellemi épületet, amit ma a köztestület megtestesít. Szerethetett engem az Isten, mert teremtményének engem is elfogadott. Sárból, agyagból, apám és anyám álmaiból. Nagy Gáspárral a városnak és a kultúrháznak, a könyvtárnak is volt évtizedek óta kapcsolata.
Tehát 60-as évek végétől nagyon sok alkalommal járt haza, én személyesen is ismertem Gáspárt, több alkalommal hívtuk beszélgetésre a rendszerváltás előtt és az alatti lázas időkben. Nagyon jó hangulatú beszélgetések voltak. És hát amikor megtörtént az, hogy elszorította az ég, akkor abban az időben épült Vasváron az új kultúrház, és egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen történt az, hogy másfél-két év után mindenkivel egyeztetve, családdal, alapítvánnyal, mind azon szellemi emberekkel, akik ismerték Gáspárt, hogy körbejártuk ezt a dolgot, hogy miként legyen Nagy Gáspár névfelvétel. És hát azért mondom, hogy ez szerves fejlődési folyamat volt ez, mert közben elindult a költő hazatér versmondó találkozó. Tehát úgy lett a háznak a neve Nagy Gáspár, hogy arra az időszakra már a Vasváron élők, a térségben élők már egyre többet tudtak Nagy Gáspárról. Így Nagy Tilajon, Bér-Baltaváron is, és ezzel a két községgel, amelyik mindkettő magájának vallja a költőt, együtt történnek ezek a költő hazatér találkozóknak a szervezése. Ez már 6 alkalommal megtörtént, mind a 3 helyszín érintett minden esetben ezen rendezvényel, éppen azért, hogy minél jobban mindenki magájának érezze, és most már elmondhatjuk azt, hogy Nagy Tilajon, Bér-Baltaváron azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki ne hallott volna Gáspárról.